Hello, sziasztok! Megmutatom nektek, hogy kell berántani a levest. Már nem úgy, mint a stilt, hanem amikor csinálsz például egy karfiollevest, karfiolleves megvan, eldarálja, mi volt ez, ugye? Fogsz egy kis olajat, olaj megvan edénybe, mondjuk ebbe, amikor ez nem volt benne a rántás. Ezt közben keverem, mert ez itt meg a rántás. Na, szóval az olajon a hagymát apróra vágod, meg a sárgarépet apróra vágod, kicsit megpárolod, amíg a kicsit párolódott, eszel már, hogy már tehetsz hozzá sót, meg vegetált, vagy amit akarsz a párolás előtt. Kicsit párolod, aztán fogod, fölöntöd vízzel, rádobod a karfiolt, amit szétdaraboltál, megmostál, petrezselymet, ami fűszert akarsz, fokhagymát, ilyesmit, és főzöd, és akkor kész. Na, ez pedig a rántás, ami nem más, mint megint tiszta edénybe olaj volt, aztán teszel rá a lisztet, vagy étkezési keményítőt, hogyha egy kicsit fittebbet akarsz. Ez most olyan vegyes, mind a kettő, és aztán fölöntöd egy kicsi vízzel, vagy a levesből mersz át neki vizet, és akkor folyamatosan keverve. Ha nagyon becsomósodik, ne ijedj meg, nekem ugye vannak már répadarabok, mert levesből mertem át. Nem csak a levesből mertem egyébként át, hanem fogtam egy kis főzőtejszínt, és azzal kezdtem, azzal öntöttem fel attól ilyen fehér, mert ez egy kicsit olyan tejszínes, olyan besamel jellegű rántás lesz, és amikor ezzel úgy kész vagy, hogy ez már folyamatosan higított, azért jó, hogy ilyen kanalanként higítod, mert először csomós, aztán fogod a csomósat, és folyamatosan teszel hozzá a levesből, és szépen fogod nagyobb lángon, kicsit összefőzöd, vagy hogy mondjam, hát hogy a csomókat szétdarálod, és akkor egy ilyen egyre higabb trutymot kapsz. Öntögetheted bele a tejszínt is ízlés szerint, vagy tehetsz bele tejfőt, az már habarás, most ez a habarás meg a rántás között van, ugye, mert tejszínes, de nem tejfölös. Na hát most ezt döntsd el, hogy mi. De ez így finom lesz ebbe a karfió levesbe, és így nem lesz csomós, hogy már tök folyamatosan higított fel a rántás, és a végén, akár hogyha normális fazékban lenne, akkor átönthetnéd hozzá az egész levest. De most ez a fordítottja lesz, főleg mert nekem ez kell a besamelhez, az a következő, hanem ez fog bekerülni a levesbe, de ahogy látod, itt már érzed, hogy teszed hozzá a folyadékot, a sima leves levét, és szépen el tudod keverni, úgyhogy ezt le is zárhatod. A leves az miért nem föl? Ja, mert ez a gáz az alig akar működni, de fogod most ezt az egészet is beleborítod ide a levesbe. Ezt a szrutyit. Ígyni. De finom. És akkor még egy kicsit főzögeted a levest. Pláne, hogyha lenne alatt elég hőérték. És ha most ezt így összeforralod, akkor kész van. A berántott frankó leves, esetünkben karfiol leves, ez most már csak idő kérdése, ahogy az is, hogy feliratkoztok. Hát, sziasztok!